Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Szekszárdi úszoda. A kivitelezők megkezdték a munkálatokat. Magyar Hősök Napja. Tolna vármegyében is tisztelegtek a világháborúk áldozatai előtt. Mesefesztivál Szekszárdon. Kétnapos játékos kikapcsolódás nem csak gyerkőcöknek. Aktívan tesznek a városért, kitüntető díjakat adományoztak Tolnán. Elkezdődtek a szekszárdi úszoda munkálatai. Május 24-től számolva 480 nap múlva már úszni lehet a tervek és a szerződés szerint az épületben. Sportmedence, szauna és tanulómedence is a tervekben szerepel. Aláírták azokat a dokumentumokat és szerződéseket, amelyek a szekszárdi úszoda építéséről szólnak. Nem csak hogy az előkészületek, de már a munkálatok is megkezdődtek a területen, ami mindenki számára pozitívum, hiszen egy nettó 3,2 milliárdos beruházás nem kis fejlődést jelenthet. Van itt egy 60%-os készültségi állapot szintjén félbemaradt létesítmény, és ez a legrosszabb a nemzetgazdaság és a szekszárdiak szempontjából egyaránt, hogyha egy félbehagyott létesítmény, ugye a pénz egy részét már elnyelte, ugyanakkor a funkciójában pedig nem szolgálja a helyieknek a céljait. Ugye a mai nappal megkötöttük ezt a vállalkozási szerződést, ugye a közbeszerzési eljárás lezárultával erre lehetőségünk volt, és innentől kezdve szerződés szerint 480 napja van arra a vállalkozónak, hogy a tervezési, kivitelezési feladatait elvégezze. Az üzemeltetés kérdése sokakat foglalkoztat. A helyettes államtitkár megerősítette azon információkat, miszerint Szekszárd városának költségvetését a szükségesnél nagyobb mértékben nem nyomja majd meg a komplexum. Hiszen az a cél, hogy teljes projekt életciklus alatt gazdaságosan üzemeltethető létesítményről beszélhessünk. Ugye az úszoda ez egy kényes dolog energetikailag, viszonylag magas az állandó energiaigénye, tehát ezért ez egy kulcsfontosságú része a megvalósításnak. A kivitelező konzorcium referencia munkái között szerepel a Veszprémi Városi Úszoda is, ami az ország egyik legmodernebb ilyenje. Pápán építettünk mi már úszodát, valamint a Várpoltai tanúszodát is mi készítettük, tehát ez a fajta tevékenység közel áll hozzánk, úgyhogy megvannak a megfelelő szakembereink, és közösen a Laterex-szel azt gondolom, hogy egy szép munkát és egy sikeres következő másfél évet fogunk egymás mellett tudni. Máté Péter, a pénzügyi bizottság elnöke, nem szeretne visszamenni és hibásokat keresgélni. Úgy gondolom, hogy hibás döntése volt az akkori vezetésnek, és mindenképp ezt már meg kellett volna csinálni, azt mondom, nem menjünk visszafelé, hogy miért nem történt meg, mert fölösleges egymást mutogatni, nagyon sok hiba történt ebben az egészben. A lényeg, hogy most megkezdődik. Tehát most megkezdődik, és 480 nap múlva legkésőbb átadás van, úszni lehet. Tehát ez a munkaterületet átadtuk, de igaziból 480 nap múlva nem az épület lesz kész, hanem az épületbe a használatvételi engedéllyel együtt tulajdonba lehet venni az épületet. A munka tehát megkezdődött, az eredmény pedig nem olyan soká kiderül. Tolna vármegye szerte megemlékezéseket tartottak a Magyar Hősök Napja alkalmából, ezzel tiszteletet adva azoknak a magyar katonáknak és civileknek, akik életüket áldozták Magyarországért az első és második világháborúban. Koszorúztak többek között Szekszárdon, Bonyhádon és Dombóváron is. Méltó megemlékezést tartottak Szekszárdon a Hősök Napján. Az eseményen beszédet mondott Gyurkovics János alpolgármester, aki egyrésztről kiemelte, mekkora jelentőséggel is bír az emléknap, másrésztről pedig, hogy korunk nagy feladata a további emlékművek szükségszerű készítésének megakadályozása. Komoly felelősségünk van az miatt és azért, hogy ilyen emlékművek, mint amik mögöttünk vannak, ne legyenek, ne kelljen fiatal lányok, férfiak nevei tucatjaival rávésni, nekünk az a dolgunk, hogy biztonsággal vigyük tovább az életet, és ilyen emlékművek nélkül adjuk tovább az elkövetkezendő generációknak. A megemlékezésen dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor mondott egyházi áldást, végezetül pedig megkoszorúzták az emlékművet.
Bonyhádon felvonulással, illetve koszorúzással emlékeztek meg a háborús hősökről a lánglovagok és katonai hagyományőrzők nemzetközi találkozóján. Az eseményen részt vett a város alpolgármestere Szabó Tibor is. Elmondta, az elmúlt hetekben újították fel az első világháborús emlékművet, amelyet a szennyeződésektől, moháktól megtisztítottak, valamint impregnálást is kapott. Az önkormányzat is támogatja a hagyományőrző, illetve tűzoltó egyesületeket. Valóban a tűzoltó egyesületeknek, illetve a katonai hagyományőrzőknek a találkozójáról van szó. A Bonyhádváros önkormányzata a önkéntes tűzoltó egyesületet az idén 6 millió forinttal támogatta. Azt a tűzoltó egyesületet, azt az önkéntes tűzoltó egyesületet, aki az idén éppen 150 éves, és nem oly rég köszöntöttük őket a megyei tűzoltónap alkalmával. A dombóvári megemlékezésen és koszorúzáson Szenyéri Zoltán, a Dombóvári I. és Gyula gimnázium igazgatója mondott beszédet a Hősök napja alkalmából. Ennek egyik legfontosabb üzenete úgy szólt, nincs különbség áldozat és áldozat között. Azt próbálom hangsúlyozni ebben a beszédben, hogy talán végre megérett az idő, hogy ezeket a hősöket a illő tisztelettel köszöntsük és fogadjuk. Fogadjuk be a nemzet emlékezetébe. Sajnos el kell mondani, hogy hősiességüknek némileg grotesztséget kölcsönözött az a tény, hogy két olyan háborúban vettünk részt, amelyik nem feltétlenül magyar érdekekért folyó háború volt. A megemlékezések méltó emléket állítottak a hősi halottaknak. Egy újabb online átverési formáról számol be a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Az internetes csalásokkal foglalkozó kibernyomozók felhívják a figyelmet arra, hogy az elkövetők a kapcsolatfelvétel során egy csaló QR kódot is küldhetnek a gyanútlan felhasználóknak, melynek beolvasása automatikusan egy kártyás tranzakciót indít el. Az androidos eszközök tulajdonosai különösen figyeljenek erre, és gyanús QR kódokat ne olvassanak be, ha a bankkártyájukat párosították valamilyen mobil fizetési szolgáltatással. Mintegy 1000-rel több jelölt indul az önkormányzati választáson, mint az 5 évvel ezelőttin. A polgármesteri jelöltek száma 4%-kal, az egyéni választókerületi jelölteké 18%-kal nőtt 2019-hez képest. Derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala a választás.hu hétfői adataiból. Június 9-én 7.854.000 választópolgár, köztük 216.000 első választó, több mint 10.000 szavazókörben adhatja le voksát. Május 26-án vasárnap idén is kinyíltak a tűzoltó laktanyák szertárkapui, hogy gyereknap alkalmából feledhetetlen élményt nyújtsanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az érdeklődők többek között Szekszárdon, Pakson és Dombóváron is testközelből szemügyre vehették, bizonyos esetekben kipróbálhatták a speciális eszközöket és felszereléseket, a gyermekek felpróbálhatták a tűzoltók öltözékét, továbbá személyesen kérdezhették őket a hivatásukról. Két napon keresztül várták Szekszárdon a Hári János Mesefesztiválra érkezőket, ahol interaktív koncertek, gyerekműsorok, népi játékok, kirakodóvásár és még állatsimogató is a programok között szerepelt. Felcsendült május utolsó hétvégén a Zeneszó Szekszárdon, a Babics Kulturális Központ és a Művészetek Háza előtti területen, hiszen itt rendezték meg újra a Hári János Mesefesztivált. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy több évnyi kihagyás és szünet után 2024-ben újra eljött egy várva várt olyan városi esemény, amely a 2019-et megelőző években a város egyik kedvenc rendezvénye volt. A Hári János Mesefesztivál egy nagyon szép hagyományokra visszatekintő, és elsősorban a gyerekeknek és a gyermekes családoknak szóló esemény. A kétnapos rendezvényt Bíró Eszter interaktív zenés műsora nyitotta meg, ami ugyan lassabban indult a korai időpont miatt, de azért a kicsik és nagyobbak is aktívan bekapcsolódtak a játékos mulatságba. Aztán pedig a Szertontára, aztán pedig Minden. És aztán majd a De azért csak megjöttek a gyerekek, és hát gondolom, ilyenkor a szülő mindig fölkészül az egész napra, hogy úgyse lehet innen majd a gyerekeket elhurcibálni, úgyhogy mire minden előkészül, addigra nehezen érnek ide.
Mindezek mellett állatsimogatóval, légvárakkal, batyusokkal és népi játékokkal lehetett elütni az időt. Most jöttünk, igaz? Most jöttünk, körbenézünk. Jónak tűnik. Árnyék van, jó idő, úgyhogy körbenézünk. Gólyaláb, ostor, célbadobás, de kézműves foglalkozások és egy kis rejtély is akadt azért. Van ott egy rejtett ketrec, aminek sötét a bejárata, és hát állítólag be kell nyúlni, és ki kell találni, hogy milyen állat van bent. Tőlem is kérdezgették, és akkor mondtam ugye, hogy kölyök krokodil, illetve kölyök oroszlán, és ki kell találni ugye, hogyha benyúl a gyermek, hogy vajon melyiket érzi ott. És ott, hát a gyerekek persze kíváncsian próbáltak benyúlni, szülők komolyabban vették, és nem tudjuk még mi van. Tehát ott a két kis fekete lyuk, meg a szellőző, úgyhogy az egy nagy fekete folt, és kérdőjel még, hogy mit rejt. Iskolás előadások, további gyerekműsorok, és még sok minden más is tovább színesítette a fesztivált. Bányai Gáborral, Bács-Kiskun vármegye és Horváth Istvánnal, Tolna vármegye választókerületeinek országgyűlési képviselőivel egyeztetett Szekszárd és a régió közlekedési fejlesztési lehetőségeiről, logisztikai szerepének erősítéséről Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltje, aki Facebook oldalán azt írta, az M9-es jövőbeni összekötése az 51-es, 53-as számú utakkal és a déli határszakasszal jelentősen felértékeli a vármegye székhely és környékének stratégiai szerepét, továbbá új lendületet adhat az ipari, kereskedelmi befektetéseknek is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően a belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot 2024. május 24-i kezdettel. A tartósan vízhiányos időszakban engedély nélkül is lehetőség nyílik az öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentésre van szükség. Emellett a vízkészlet járulékot sem kell fizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő gazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai. Lezárultak a labdarúgó NB3-as bajnokság délnyugati csoportjának és a Tolna vármegyei első osztályú pontvadászatnak a küzdelmei. Az országos harmadosztályban a Szekszárdi UFC az utolsó mérkőzésén vívta ki a bennmaradást, miután 2-1 arányban feszült hangulatú mérkőzésen múlták felül a Fehérvár második számú együttesét 500 néző előtt Szekszárdon. A Völgységben ugyanakkor bajnokot avattak, hiszen a Bonyhád VLC Bölcskei Ese elleni 3-1-es győzelmével bebiztosította bajnoki címét a Tolna vármegyei első vonalban. A Tolna vármegyével szomszédos Baranyában a Pécsi PMFC kiesett a másodosztályú MB2-es pontvadászatból. Kitüntető díjakat adományoztak Tolnán a Városnapi alkalmából rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen. Az önkormányzat ezzel fejezte ki elismerését mindazon személyek és közösségek iránt, akik kiemelkedő munkájukkal, jelentős közéleti tevékenységükkel elősegítik a település szellemi vagy anyagi gyarapodását. Az ünnepi képviselőtestületi ülés Tolnán Appelszofer Ágnes polgármester nyitotta meg beszédével. Az idei év különleges jelentőségű Tolna számára, hiszen 600 éve nyilvánították várossá a települést. Természetesen egy település soha nem csupán az épített vagy a természeti környezetére, intézményeire, szolgáltatásaira lehet büszke, hanem az arra méltó polgáraira, szervezeteire is. Szerencsére városunk ilyen kiválóságokban sem szenved hiányt. A Városnapja minden évben remek alkalom megköszönni néhányoknak, hogy öregítették településünk hírnevét, jobb helyé tették a várost, és hogy kifejezzük a szívből jövő elismerésünket irántuk az egész település nevében. A Tolnai Szentháromság szobor felújításáért alapítvány az év Tolnai Civil Szervezete címet kapta meg. A Tolnai Szentháromság szobor felújításáért hoztam létre egy alapítványt, egy magánalapítványt. A 200 éves évforduló lakossági összefogásban is egy nagyon-nagyon öröm számomra megújult a szobor, és ezt díjazta a önkormányzat képviselő testülete ezzel a díjjal, de én ezt a díjat úgy tekintem, hogy ez a tolnai polgárok díja, hiszen ha nem lett volna ez a közösségi összefogás, közadakozás, kiterjedte az elszámazottakra és itt élő tolnaiakra, akkor nem jöhetett volna létre ez a szobor felújítás.
Gazdára talált az év tolnai civil díja, amit a Mösi Nyugdíjas Klub is megkapott. A közösség szórakoztató programjaival több évtizede összefogja Mös településrész idősebb lakóit. Ez nem csak az én érdemem, mert azért előttem, akik voltak a klubnak a vezetői, azok mindenki tett hozzá azért, hogy ez ideig eljusson. Én nagyon sok egészséget, boldogságot, örömet kívánok nektek ezután, és gratulálok! A Vándorló Szépkorúak baráti köre összefogással valósít meg saját szervezésű eseményeket és indít helyi társadalmi kezdeményezéseket. Ők is az év tolnai civil díja elismerést zsebelték be. Amilyen rendezvények vannak a városban, vagy akármilyen megmozdulás, a csoport 100%-a oda teszi magát ezekhez a rendezvényekhez, bármiben kell segíteni, akár személyszerűs, akár bárkafesztivál, bármilyen rendezvényben ott vagyunk. A Családsegítő Központ esetmenedzsere Hell Tibor tolnai közjóért címet vehetett át. A mindennapi ügyfeleknek a beérkező problémáival foglalkozunk, családi konfliktusokkal, olyan nehézségekkel, amik a mindennapok során megjelennek egy család életében, gyerekek életében, szülők életében, úgyhogy ebben próbálunk segítséget nyújtani és támogatást szakmai alapon. Az önkormányzat elismerte továbbá Wiesner Csabát, a tolnai rendőrőrs parancsnokát és az Interplus Kft-t is. Új játszóteret avattak fel Dombóváron, a művelődési ház mellett. A beruházás 50 millió forintból valósult meg. Az átadót a gyereknappal kötötték egybe, a legkisebbek számára garantált volt a szórakozás vasárnap. Nagy elánnal vették birtokba a legkisebbek az újonnan elkészült dombóvári játszóteret. A beruházás, amit a város régóta szeretett volna véghez vinni, a 2024-es év költségvetésének tervezésekor vált biztossá. A játszótér volumenét tekintve és dombóvári léptéket nézek, az egyik legnagyobb játszóterünk lett, a legkorszerűbb eszközökkel. Nyilván avató beszédemben is mondtam, hogy ezt a folyamatot szeretnénk tovább folytatni, hiszen sajnos van olyan városi részünk, ahol még nincs játszótér, az ősz folyamán oda szeretnénk építeni egy játszóteret. Remélem, hogy ez a tér egy találkotérként fog funkcionálni, hiszen 0 évestől a 100 évesig várunk ide mindenkit. A téren ma már van kutyafuttató, játszótér, két kertességgel bíró vendéglátóegység is, és hát természetesen itt van a művelődési házunk, mely tártkapukba vár mindig minden érdeklődőt. A munkát csak helyi vállalkozók végezték, ami kifejezetten fontos szempont volt, fogalmazott a polgármester. A kivitelezők célja volt változatos játékokat biztosítani és modern színeket alkalmazni. Nagyjából egy-két hónapja kaptuk a megbízást, akkor kezdtük el a tervezést is, hiszen teljesen új játékokat terveztünk ide, hogy passzoljanak Dombóvárhoz, és aztán a kivitelezés nagyjából egy hetet követően ugye megkezdődött, és az egész csapat benne volt, tehát a Biohársnak az összes dolgozója részt vett a kivitelezésben. Ugye a szűkös határidőnek köszönhetően mindenki igazán kitartó volt, nagyon sokszor estig itt dolgoztunk, de nagyon jó csapatunk van, hál' Istennek, úgyhogy ez könnyen végbe tudott menni. A gyerekek többsége természetesen a legtöbb játékot kipróbálta. A csúszdát, a mászókákat, meg a körhintát. A játszótér mellett pedig a gyereknap programjai várták a kicsiket. Na, ügyes vagy! Kicsit izgalmas ez az idei gyereknap, izgalmasabb, mint ami szokott lenni, hiszen általában a délután szoktunk kezdeni, más utolsó vasárnapján. Akkor is nagy elánnal készülünk, de most a Dombóvári Székelykör nyert egy pályázatot az Agrárminisztérium, ennek köszönhetően kicsit ki tudtuk bővíteni, tehát nem csak a gyerekekről szól ez a mai nap, hanem egy kicsit a felnőttekről is. Különböző programok, koncertek, ételek és italok jellemezték a napot. Szerintem szenzációs, ez nagyon jó a városnak. Hát mekkora pezsgés van, élvezik a gyerekek, rengeteg a program, nagyon köszönjük. A játszótér átadással egybekötött gyereknap tartalmas időtöltést kínált a dombóváriaknak. Mutatjuk a régió híreit. Kalapáccsal késsel végzett áldozatával a 21 éves férfi. Ölni akart a vádirat szerint már korábban is. Túlárazott zebrák, hűtlen kezelés gyanúja. Feljelentést tett a parlamenti képviselő. A Baranya vármegyei főügyészség vádiratot nyújtott be az ellen a 21 éves férfi ellen, aki 2023. augusztusában lakásába csalt és megölt egy hajléktalant Pécsett.
Tettét előre eltervezte, sőt képzelgett ilyen lehetőségről. Végül kalapáccsal és késsel okozott halálos sérüléseket az áldozatnak. A törvény szerint akár életfogytiglani büntetést is kaphatna. Imás film az egyik pécsi gólyatáborról. Tavaly készült a felvétel, mikor egy ilyen hasonló rendezvényen vett részt az a 21 éves fiatal is, aki ellen most emeltek vádat emberülésért. 2023-ban felvették az egyetemre, augusztus 20-án pedig elutazott a gólyatáborba. A gólyatáborból azonban 21-én hajnalban felhívták az édesanyját, és kérték, hogy vigye haza a fiát, mert kiszámíthatatlan, megbízhatatlan viselkedést tapasztalnak a részéről. Az édesanyja el is ment a vádlottért, és hazavitte őt pécsi lakásukba, ahonnan azonban a vádlott néhány óra múlva eltávozott. Az utcán találkozott a hajléktalan sértettel, akivel kapcsolatban elhatározta, hogy őt megöli. Ez a pécsi Maléterpál utca, itt lakott a vádlott. A 65 éves hajléktalan férfinak itt a közelben ígért segítségnyújtást, aki ezt gyanútlanul elfogadta. Meghívta magához a lakásába, és a lakásban étellel kínálta. Amikor a sértett a konyhaasztalnál ült és evett, a vádlott magához vette a konyhában tartott kalapácsot, azzal a sértett mögé lépett, és a kalapáccsal a sértett fejére sújtott. A hajléktalan férfi védekezett, ennek során egy rövidebb dulakodás alakult ki köztük, és a dulakodás közben a vádlott még többször a kalapáccsal a sértett fejére sújtott. Az ütésektől a férfi végül földre esett, és a földön fekvő sértettet a vádlott egy konyhakéssel háromszor mellkason szúrta. Az áldozata a helyszínen belehalt az elszenvedett sérülésekbe. A Baranya vármegyei főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a férfit. A bűncselekmény büntetési tétele 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. Az ügyészség azonban indítvánnyal él. A főügyészség előkészítő ülésen teendő beismerés esetére azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat 12 év fegyházra ítélje. A vádirat szerint a vádlott férfi 2015-ben édesapját, majd 2022-ben nővérét is elveszítette. Haláluk után zárkózott lett, környezetétől elszigetelődött, gyógyszert szedett és rendszeresen alkoholt fogyasztott. 2023 elején viselkedésében újabb fordulat állt be, erőszakos, gyilkosságokkal teli filmeket nézett, majd foglalkoztatni kezdte az emberölés elkövetése, ezzel kapcsolatos gondolatait telefonján hangfelvételeken rögzítette. Az orvosszakértő véleménye szerint tette elkövetésekor tisztában volt azzal, mit tesz, és az milyen következményekkel jár. Elmeállapota nem befolyásolta a beszámíthatóságát. Országos hír lett a 30 milliós pécsi zebrák ügye, miután azok finanszírozását megszavazta a baloldali többség a Városházán. Így közel 1 milliárdot fizetnek ki összesen 31 gyalogos átkelőhely kialakításáért. A túlárazott beruházás miatt feljelentést tett a baranyai országgyűlési képviselő nemrég. Gyalogátkelő hely vagy hétköznapi nevén zebra Pécsen. Ezekből akar újakat építeni a baloldali városvezetés. Ezek finanszírozásáról még 2023. augusztus végén döntöttek egy rendkívüli közgyűlésen. 28 helyen úgynevezett gyalogátkelő hely lesz, 3 helyen gyalogos átkísérő. Ugye sokkal több időt vett igénybe a hatósági engedélyezési folyamat. Ennek a végén vagyunk, most arról döntött a közgyűlés, hogy fedezet biztosít 675 millió forint értékben ezek kivitelezésére, elindul a kivitelezési közbeszerzés, és a kivitelezési közbeszerzés végén végre megvalósul ez a több mint 30 gyalogos átkelőhely. Ugye azt tudni kell, hogy nem maga alapvetően a gyalog zebra megvalósítása a nehézebben, hanem nagyon sok esetben közvilágítási tervezés kell, és a közvilágítási hálózat bővítése ebből egy óriási tételt tesz ki, és maga a közvilágítás tervezés építése egy külön speciális energiahatósági engedéllyel együtt futó folyamat, ez általában plusz bonyolítja. Mondta akkor a döntés után az alpolgármester, de nem volt elég a nettó 675 millió forint, ami bruttó értéken 857 millió kiadást jelent a városnak. Idén januárban még 103 millió forintot ráemeltek, így már 960 milliót, vagyis közel 1 milliárdot költenek 28 zebrára és 3 gyalogos átvezető kialakítására. Ez darabonként több mint 30 millió forintot jelent. A túlárazott zebrák miatt a rendőrségre ment, jelentette be közösségi oldalán a parlamenti képviselő. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitánysággal is tettem
hűtlen kezelés alapos gyanúja ellen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanújával fejlentést, mert hogy egy 1 milliárd forint értékű zebra beruházás zajlik Pécs városában. Összehasonlításként tudom mondani, hogy itt a 28 zebrát darabonként nagyjából 33 millió forintért alakítják ki. Hoppel Péter összehasonlításként Mohács városát említette, ahol szintén zebrák kialakításába kezdett a pécsivel egy időben az önkormányzat. Mohács városában egy ugyanilyen kis zebra csomagot csinál az ottani városvezetés, ott pedig darabonként bruttó 3,5 millió forintból megcsinálnak egy zebrát. Ott is okos zebrák alakulnak ki, és ott is van részben felújítás, részben új zebra létrehozása. Tehát ha Mohácson 3,5 millió egy zebra, Pécset meg 33 millió forint egy zebra, akkor ennek a felelőssége terhel bennünket, hogy feljelentést tegyünk, és kivizsgálja a rendőrség, hogy hova teszi el a 90%-át annak az 1 milliárd forintnak a pécsi baloldali városvezetés. Pécsen a politikai szövetségeseknek, támogatóknak is leesett a tantusz, hogy valójában miről van szó. Erről ír a 2019-ben a Momentum pécsi szervezetének elnökségi tagjaként Péter Fitt támogató Körömi Attila is cikkében, mondja a képviselő. A választások éjszakáján már ott volt Bodnár Imre ügyvéd, aki több 100 millió forinttal kibélelt a pécsiek pénzéből a városvezetés tanácsadói szerződéssel, és ott volt Buch László, főfinanszírozó, az MSZP korábbi pénztárnoka, és kiderült, hogy ez az egész egy biznisz. Rájöttek és megdöbbentek, hogy be vannak csapva, és a pécsiek is az elmúlt 5 évben rájöttek, hogy be vannak csapva, és ezt meg kell akadályozni, hogy ez a becsapás és Péter Fi Attila pénzszivattyús módszertana tovább folytatódjon, úgyhogy ezért ajánljuk, hogy Csizmaria Péterrel egy új korszak kezdődjön Pécs város történetében. Hoppel Péter azt mondja, példátlan módon jelenleg 6 nyomozás folyik a városvezetés ellen. A túlárazott zebrák ügye még nem került a rendőrség vizsgálódási körébe, ezért tette meg a feljelentést. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szekszárdi úszoda. A kivitelezők megkezdték a munkálatokat. Magyar Hősök napja. Tolna vármegyében is tisztelegtek a világháborúk áldozatai előtt. Mesefesztivál Szekszárdon. Kétnapos játékos kikapcsolódás nem csak gyerkőcöknek. Aktívan tesznek a városért. Kitüntető díjakat adományoztak Tolnán. Kedden dél előtt országszerte napsütéses, füllett nyári időre készülhetünk, de egy hidegfront éri el napközben a nyugati országrészt. Hatására délutántól nyugat felől egyre több felé megélénk az északnyugati szél. Délután a Dunántúl térségében, este pedig a középső területeken is előfordulnak majd kiskörzetet érintő záporok, illetve zivatargócok. Éjjel már nem valószínű számottevő eső. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!